Üdvözlő mindenkinek! Régi álmom vált valóra. Íme a Shock Brawl. Ami vagy nagyon szar lesz, vagy nagyon jó lesz, nem tudom eldönteni. Viszont innentől kezdve mindenkit kérek, hogyha a 80 aranyos questet csinál velem, akkor azt ebben csinálja. Hú, tudok a fekete királlyal játszani? Most gondolkodom. És ez melyik fajta? Remélem Szóval jól látom, ez a heroikus kiadás, hogy kicsi paklik, és csak sáncolgatni lehet, ami tök jó. Tetszik, tetszik. Igen, 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 igen. És végre nincsen cheat. Vedd hiba kirakni a gyalogot. 10 életerő? Wow, ez egy elég nagy különbség. Szóval nem fogunk fatigue-re menni, mint egyébként. Az tuti nem jó ötlet, hogy ő kirak két gyalogot. Mert akkor én meg fogom kapni a dupla támadást, nem? Bár, de hogy most hülyeséget mondtam. Jaj, de jó, nem kell arra figyelni, mi van a bal szélen. Bármink annyiban hülyeséget, ha van egy pástyája, de pástyát most úgyse tud kirakni. Lehet, hogy most butaságot csináltam, és nem kellett valamit kettőt kirakni. Túl rég volt már Karazan, már nem emlékszem, hogy kellett játszani. Jó, ez itt teljesen rendben van. Tessék egy jót hívelni. Még ha egy kiesik egy dupla támadás, így is úgy is kiesik egy dupla támadás. Szerintem itt nagyon-nagyon jó lehet kezdeni. Most hamarabb érkező huszár miatt, de lehet ezt rosszul gondolom. Marvelous. Szóval eddig nagyon úgy néz ki, hogy kettőnk közül csak én kaptam meg a dupla támadásokat. Ezt tudja, hogy huszárral fogunk most bohockodni. Nem így rakom, és akkor... El fogjuk veszíteni a dupla támadást, ha így csinálom, úgyhogy inkább ebbe a gyalogba ütök bele. No, erre nem sem emlékezem. Szóval így nem bukjuk el a dupla támadásokat, mint egyébként tennénk. Teljesen jó. De jó, neki is van. A futómat veszi célba. Ami nem hülyeség. Top deck gyalog, hurrá. Szóval lehet ezt a gyalogot most nem játszom ki egyszerűen. Egyrészt a mana mennyiség most már úgyse nagyon lesz szempont, kivéve mondjuk a vezérem előkerül, de így megint extra támadások. Akarok sáncolni. Imádom. Imádom ezeket a megszólalásokat. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt jól csináltam most. A huszárom így is úgy is meghal. Ja, csináltok olyan nagyon érdekeset, hogy nem támadok vele. Fú. De jobb, ha támadunk. Nem, nem volt jobb, ha támadunk. Mit csináltam? Jaj, én nagyon hülye.
Ez hiba volt. Elsőre jól kitaláltam, másodjára nem. Most ez a gyalog se él. Ha nem támadok. De szerintem azt, hogy az én királynőm jön le előbb, az annyira durva. Előny. Nem tudom vonsatolni a semmit konkrétan. Már megfizettem az árát annak az előző hibának, most akkor meg tudnám csinálni, hogy a bástya meg a vezér együtt leüti a futóját, így meg valószínűleg veszíteni fogok azért, hogy ez nem így történt. Elgondolkodtam, hogy lehet, hogy fix sorrendben húzod itt a lapokat? Igen, elég unfair lenne, hogyha nekem lenne vezérem neki. Ez viszont elég jó neki. Nem is kívánok cserélgetni. Konkrétan minden a meghal. Úgyhogy ha jól látom, megvan az áttörés. Csodálatos. Ja, egy well-played-et hadd küldjek már neki. Well-played a checkmate. Jó! Ja, ez a buli. Kíváncsi vagyok, hogy van-e bármilyen mélysége, de ez így most tetszett. De azt hiszem, aki kezd, az nagy előnyben van. Hát ez a pak nem sok semmi. RIP. Innen folytatjuk legközelebb. Ki tudja, talán valódi sakkos kontenttel.